Üdv az iPhone 13 unboxing és teszt videóban. Itt van a kezemben, és mindent átbeszélünk, amit tudnod kell, mielőtt megveszed. Ugyanúgy vékony dobozban érkezik, hiszen már nem kapunk töltőt a telefon mellé. Viszont ami egy nagy pozitívum, hogy semmilyen műanyag csomagolás nincs, minden újrahasznosított anyag. A többi minden ugyanaz, papírok, SIM-kártyanyitó és egy matrica, ami a Pro Max-ban még nagyobb is. Amúgy a sima 13-as modellek fehér dobozban, a Pro-k pedig fekete dobozban érkeznek. Nagyon bejött a bemutatókban az új kék szín, amit Sierra Blue-nak hívnak, viszont így élőben, hát bevallom, hogy annyira nem tetszik. Inkább maradnék, hogyha ezt a telefont választom, ami ugye kiderül a videóban, hogy egyáltalán mit gondolok erről, és hogy neked jó lehet-e ez a telefon, de ha választanám, akkor biztos, hogy a Space Gray-t választanám, tehát a fekete hátlappal. És persze ott van a dobozban az iPhone, aminek még nagyobb lett és még jobban kiáll a kamera bámpja, ugye ezek a hátsó kamerák. Az elmúlt egy-másfél napban széttesteltem az iPhone-t, megnéztem rajta mindent, és úgy, hogy amúgy 3 éve androidos vagyok, amellett, hogy a legeslegelső iPhone óta minden évben váltottam rá, nagyon érdekes élmény, amit nem tudtam megtenni az a kamerának a mélyebb tesztje, úgyhogy emiatt mindenféleképpen iratkozz fel, hogyha még nem vagy feliratkozva, és a csengőt is nyomd le, ugyanis fog jönni kifejezetten videós szemszögből egy videó, fog jönni az, hogy mi az, ami nekem nagyon hiányzik a 13-as iPhone-ból, és lehet, hogy csak a 14-esbe vagy későbbi években lesz benne, valamint eredeti Apple fanboy és iPhone felhasználóból lett androidosként, most 3 év után visszamenni az iPhone-ra milyen érzés, ezek mind külön videóba fognak jönni, most viszont átbeszélünk mindent, amit erről az iPhone 13 Pro-ról tudni kell, de előtte jöjjön az intro. Csapjunk is bele! Hát igen, külsőre semmit nem változott a tavalyi iPhone-hoz, az iPhone 12-höz képest, bár 20 grammal súlyosabb lett, nagyobb lett a tömege, és egy 0,25 milliméterrel vastagabb. Ez nyilván a nagyobb aksi miatt van, amit hát érezni lehet, azt mondják azok, akiknek volt 12-es iPhone-ja, de úgy, hogy én egy Samsung Note 10 Plus-t használok, egyáltalán nem jön át a különbség érzete, és még azt is mondom, ez egy nagyon jó kijelző. Hát azért, mert hogy ekkora aksi kapacitás kapunk, és tényleg egy egész napos használat után is még 50% felett volt az aksi, pedig 5 órányi screen time-on van, szerintem ez nagyon-nagyon durva, és ez az egyik legalul értékeltebb upgrade, vagy új funkció, ha úgy tetszik a tavalyi iPhone-okhoz, az eddigi összes iPhone-hoz képest, hogy ez az aksi idő zseniális. Végre nem kell gondolkoznunk azon, hogy ugye voltak ezek a MagSafe-es kiegészítők, hogy még egy külön kis aksi legyen rajta, vagy olyan tokot vegyünk, vagy legyen egy powerbankunk, egy külső töltő. Simán erős használat mellett is videózás, nyomkodás, zenehallgatás, videózás, bármi, amit szeretnél, nevetve kibír egy napot, és ez egy óriási dolog, már csak ezért érdemes elgondolkozni ezen a telefonon szerintem. Na de a kettő igazán nagy újítás, a kamerák és a kijelző, egyértelműen ez a kettő dolog vitte a showt, hogyha úgy tetszik. Rengeteg fotót és videót csináltam, amit fogok posztolni Instagramra, illetve jön ugye az extra videó is később, úgyhogy mind Instagramon kövessél be, illetve iratkozz fel a csengővel együtt a csatornára. Hát beszéljünk a kameráról, hiszen ez az olyan nagy újítás, ami talán mondhatjuk, hogy most az iparági legjobb, bár vannak összehasonlítások, hogy a januárban megjelent Samsung S21 Ultránval vetekszik úgy is, hogy ez ugye 8-10 hónappal később jött ki ahhoz képest, mint ahogy az S21 Ultrát bemutatták. De ez szerintem egy ilyen szőrszálhasogatás. Baromi királyok a kamerák, és minden egyes specifikációjában jobbak lettek. Nagyobbak lettek a szenzorok, jobb lett az aperture, tehát hogy az, hogy most eddig 1.8 volt, most már 1.4 lett, vagy 2.8-ról 2.5-re. Szerintem egy ilyen kis szenzornál nem is ezek a számok azok, amik számítanak, hanem az eredmény, amit látunk, hogy nagyon részletgazdag, amire fókuszálunk, az gyönyörű, megfelelő kontraszttal, megfelelő élességgel van, és ahol eddig az ultrawide egy
valahol elvérzett talán a többihez képest, a többi más top kategóriás gyártóhoz képest, az, amikor már nem olyan jók a fényviszonyok, tehát mondjuk este, vagy napfelkelte, napnyugtakor, vagy ha bent vagyunk valahol, nem olyan jó a megvilágítás, a magas ISO miatt elkezdtek úgy szétesni a képek. Na most ugyanazt a teljesítményt megkapta az ultrawide, mint amit a sima wide, tehát az alapértelmezett optikában eddig is volt, úgyhogy gyönyörűek tényleg így, hogy ez egy 2 éves telefon, amit eddig használtam, összesen lehet hasonlítani. De még vannak itt nagyon durva módok is, például, hogy ami a fotózásban már megvolt egy ideje, ugye a portré mód, ezt most megkapta a videózás is, és ez a cinematic mód. Amikor ezt meghallottam, óriási izgalom áradt el bennem, mert úgy gondoltam, hogy valóban igaz az, hogy a videós szemszögből a technológia egyre jobban elérhető és egyre jobb áron van, de telefonnal azért nem vlogolok, azért nem csinálok semmit, mert azt a gyönyörű mélységélességet, amit most láttok, azt nem lehet elérni mobiltelefonnal, okostelefonnal egészen idáig. Ugyanis most össze is fogom hangolni ezt a kettőt, és elindítok egy portré mód, ami még nem is olyan jó ez a kamera, de elindítok egy portré módos felvételt, nagyjából ugyanoda teszem, hogy úgy lássatok, és nézzétek meg, hogy mennyire gyönyörűen mossa el a hátteret, és milyen jó a minősége. Nyilván érezhető a különbség, de könyörgöm, ez egy mobiltelefonban van, és nem a hardware, nem az optika miatt, hanem a szoftver tudja azt, hogy ilyen szinten elmossa a hátteret, gyönyörű. Pár helyen itt a hajam ugye kiáll, és azt már elmosottnak tartja, nyilván, hogyha ezt egy igazi kamerában csináljuk, az nem olyan. Na nézzük meg, hogy milyen ehhez képest a hátsó kamerának a minősége. Most ennek az az ára, hogy nem pontosan látom, hogy hol vagyok, de puskázok a A7S3-nak a kijelzőjéből, amiben ugye, hogy benne van az iPhone, hát tessék, itt van a különbség, mit gondolsz, melyik a jobb a, vagy mennyivel jobb, ére annyival többet ma 2021-ben egy ilyen cinematic módnál, hogy egy nagyon drága profi kamerával, vagy egy iPhone-nal a cinematic móddal elérhető nagyjából hasonló hatás. Az is nagyon király, hogy az iPhone 13 Pro-ban már a 2,5-szeres helyett 3-szoros zoom van a telefotóval, amit hogyha a 0.5-ös ultrawide-hoz képest veszünk, akkor már végül is egy 6-szoros zoomot érhetünk el benne. Talán jó lenne egy 5-szörös, de úgy gondolom, hogy a 12 megapixeles szenzorral ez egy tökéletes olyan méret, és persze digitálisan mégis még egy kicsit rá tudunk zoomolni, hogy azt, amit egy nemhogy átlag, de egy fél profi, vagy nem ennyire cinematikus képminőséget elérni akaró vlogger, hobbi videós tudjon csinálni, az pontosan lefedi. De ha már digitális, és a cinematic mód, amit az előbb megmutattam, egy nagyon nagy hátránya van, amiért mégsem vagyok annyira izgatott már, és nem vagyok annyira biztos benne, mint a bemutató alatt voltam, azaz, hogy ez csak 30 fps-be tud felvenni, ami azt jelenti, hogy 25 fps-ben, ami Európában most is így veszek fel, nem tud, nem értem, hogy miért. Ez az egyik, a másik, hogy Full HD-ba 1080p-be limitálva van, pedig már vannak olyan okostelefonok is, amik 8K-ba vesznek fel, bár szerintem az totál felesleges. Az A7S3-am 4K-ba gyönyörű ilyen minőséget tud. Szerintem 2021-ben hihetetlen, hogy egy ennyire durva újító funkció nem kapta meg a 4K-t, úgyhogy tervezem, hogy vegyek egy második, illetve harmadik kamerát még magamnak, meg 2 kamerám van, tehát egy harmadikat, amit tudok használni, és amikor a bemutató volt, úgy voltam, vagy lehet, hogy nem kell megvennem, mert itt van ez az iPhone, és ez tökéletes lesz egy nagyobb látószögre második kamerának berakva, de hát a 1080p miatt itt eldőlt, hogy ez például nem lehet, de ha számodra ez nem preferencia, és amúgy tényleg gyönyörűen kijön meg ilyen screenek, hogy ezek nem is 4K screenek attól még, mert majd beszélünk a kijelzőről, hogy gyönyörű, brutál jó kijelzője van, akkor meg teljesen jó a kamera, aminek amúgy a hátlapján, ahogy mondtam, ugye jobban kiállnak a kis
kamera lencsék, és hát lehet, hogy ez csak design, vagy valami funkcionális dolog, de hogy például a 13-asoknál, a simánál átlós lett az egymás alatt lévőhöz képest az elhelyezése. Nem tudni, hogy ez miért van, lehet azért, mert a tavalyi iPhone 12 Pro Max-ból átkerült mindenhova, nem csak az a nagyobb szenzor, és még nagyobb lett, de van egy baromi jó stabilizálása. Nem mondom, hogy a most szeptember elején bemutatott GoPro 10-ekkel vetekszik, de az, hogy kézből tartva így nagyon szépen stabilizál a 100%, és tavaly azért az ember húzta a száját, hogy ezt miért csak a 12 Pro Max-ba kaphatta meg. Hát most az iPhone 13 minitől kezdve mindegyikben benne van az, ami tavaly még csak a legmagasabb és legnagyobb kijelzős iPhone-ba volt elérhető. De már most is felfedeztem néhány furcsaságot a kamerák kapcsán. Az első a ProRes, ami, ha még nem hallottál róla, ez a profi videós körökben egy nagyon elterjedt kodek, tehát felvételi formátum mód, ugyanis a minősége az olyan, mint a nyers fotóké, ami amúgy már az iPhone-os, meg más okostelefonos fotóappokban is benne van, és utólag tudunk változtatni még rengeteg dolgot. Másrésztről pedig nagyon könnyen lehet editálni, úgy van összerakva ez a kodek, hogy nem terheli rá olyan szinten a számítógépet, mint például az a formátum, amivel én az A7-es 3-mal veszek fel, ami nagyon király, de ez még nincs benne a telefonba. Úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni, majd valamikor egy szoftver frissítéssel biztos jön, és azt azért el kell mondani, hogy az Apple nagyon jó az ilyen típusú ígéreteinek a betartásában, úgyhogy biztos, hogy meg fogjuk kapni, de azt már hallottuk, hogy a ProRes és a Cinematic mód nem fog tudni együtt működni. Pedig pont az volt az izgalmam, és az lenne az a király, hogy Cinematic mód, amiben a fókuszt, hogy hova nézek, mi történik, azt utólag is tudom változtatni, mert olyan a mesterséges intelligencia, hogy felismeri azt, hogy melyik arc hol van, és egy úgynevezett focus poolingot megcsinál, tehát mindig arra az arcra fókuszál, ami éppen belenéz. És ehhez megkaptuk a ProRes formátumot, és ha ez 4K-ban működhetne, akkor azt mondom, hogy instant get. De ez mind ilyen kombinációban nincsen. Hát kell majd valami ugye az iPhone 14-be vagy 15-be is, de ez akkor is furcsa. Ahogy a másik dolog is, a makrómód. Hihetetlen, hogy mennyire közel lehet menni az ultrawide lencsével, tehát a legszélesebb látószöggel dolgokhoz. A kutyámmal játszottam, hogy nézzétek meg, hogy mennyire közel lehet menni, de látszik az az átugrás, amikor a sima alap wide optikából átmegyünk az ultrawide-ba, és ezt nem tudjuk manuálisan szabályozni. Az Apple dönti el, az iPhone, hogy mikor, melyik mód legyen, és ez nekem igazából zavaró. Mindezt egy olyan 14 cm körül teszi, amikor azt érzi a kamera-app, hogy egy tárgyhoz elég közel kerültünk. Ahogyan ezt érzi, egészen 2 cm távolságig mehetünk úgy, hogy full éles marad a kép. Legalábbis úgy, ahogy. Ugyanis a részletgazdagság, az élesség messze elmarad a normál felvételi módtól, de még így is fényévekre van a más kamerákban lévő ilyen 2 megapixeles gagyi makró felvételi módhoz képest. Nagyon jó, hogy van, hoz egy olyan minőséget, hogy tényleg eddig, amiket nem tudtunk makróval felvenni, sőt, még egy ilyen nagy setup-pal sem biztos, hogy a lencse, a makró lencse is akár így képes rá. Ezt most tudja az iPhone, de egyértelműen érezhető lesz, hogy nem olyan jó a minősége, mint a sima szenzoroknak, akárhogy is még így is nagyobb a szenzora az ultrawide-nak is. Nagyon jó vele játszani, de ez automatikusan történik, és nem tudjuk szabályozni, vagy nincsenek olyan átmenetek. Reméljük, hogy majd egy következő szoftver frissítésben ez meg fog történni. A másik dolog pedig, hogy még mindig egy X-et mutat akkor, amikor makróba vagyunk, pedig az ultraszélest használja, nem a főkamerát, így a mélységélesség és a háttérelmosás is azzal a lendülettel el is tűnik. Így egy ilyen elmosás helyett ezt kapjuk, egyszerűen rosszabb lesz. De egy pro eszköztől elvárnám azt, hogy én dönthessem el, hogy melyik kamerát használom, és azt, hogyha szeretném, manuálisan is be tudjam állítani.
Na ugorjunk arra, amihez viszont nem kell még extra idő, hogy még jobban beleássam magam és teszteljem, ez pedig a kijelző. Maga a mérete az ugyanolyan maradt, mint tavaly, ahogy ugye a telefon dizájnja sem változott úgy igazán, viszont végre megkapta az iPad-ekben már jó ideje elérhető ProMotion felbontást, ami azt jelenti, hogy egy adaptív 120 Hz-ig felmenő kijelzőt kapunk, ami azt jelenti, hogy attól függően, hogy éppen mire használjuk a telefont, mindig más-más hercen mozog, tehát hogyha scrollozunk, akkor lehet, hogy 120 Hz-es, de hogyha nézünk így egy 25 fps-es felvételi módot, mondjuk YouTube-on, akkor 25 Hz-en megy, hogyha olvasunk, egészen 10 Hz-re le tud menni, ami nagyon király. De nem került bele az Always On Display, ami már rengeteg androidos telefonon jelen van, az Apple Watch is tudja, és ezzel a kijelzővel amúgy megcsinálhatták volna. És az, hogy én amikor felemelem az androidos telefonomat, vagy nem is kell pont ezenek, nem kell felemelnem, csak ránézek, látom, hogy éppen mennyi az idő, vagy hogy milyen értesítéseim jöttek most, csak ebben az elmúlt másfél napban is annyira hiányzott az iPhone-ból ez a funkció, nem értem. Na nem megyek bele a hiányosságokba, meg amiket gáznak tartok, hogy nem kerültek bele az iPhone 13-ba, mert erről lesz egy külön videóm. Amúgy mondtam már, hogy iratkozz fel, és a csengőt is nyomd be, mert ott minden ilyenre kitérek, ami miatt szerintem nagyon gáz, hogy az iPhone 13 ilyen, és amiért lehet, hogy egyáltalán nem éri meg most váltanod. Egy szó, mint száz, a 120 Hz nagyon király, és már nagyon ideje volt, egyszerűen imádom. OLED, HDR, 120 Hz, gyönyörű. A következő nagy különbség a kijelzőben, hogy 20%-kal kisebb lett a notch, bár egy picivel magasabb, amit amúgy ugye a füles hangszóró feljebb helyezésével értek el. Ez pedig nagyon király meg minden, de őszintén a mindennapi használat mellett így szemmel észre sem vehető a különbség, és az extra hellyel semmit nem kezd az Apple, még annyit sem csinált meg, hogy az így többet kapott kis részekre mondjuk az akkumulátornak a százalékát betegyék. Nem értem, hogy akkor meg minek. Ami viszont egyértelműen egy óriási pozitívum az, hogy 200 nittel világosabb lett a kijelző, úgyhogy most már 1000 nites. Hogyha a nit, mint mértékegység nem mond neked semmit, azt kell tudnod, hogy ez a fényerőről szól, hogy mennyire világos a kijelző. Tedd fel a kezed, hogyha volt már veled olyan, hogy valamilyen napsütötte, vagy olyan világítós helyen alig láttad a telefonodnak a kijelzőjét. Velem ilyen egyértelműen megtörtént, hát legtöbbször amúgy drónozás közben fényes nappal, nem éppen a legideálisabb szituáció, amikor hol van árnyék, hol tudok bemenni, mert nem látom rendesen azt, hogy hol van a drónom és mi történik. Úgyhogy ez az 1000 nit, lehet, hogy a 1000 vagy az, hogy 200 nittel több nem mond olyan sokat, de úgy, hogy egy videós arctól jön ez most neked, azt képzeld el, hogy amikor ilyen külső monitorokat használnak a kamerákon azért, mert pont nem olyan jó minőségű a kamerába beépített kis kijelző, azok 1000 nitesek. Van néhány, ami 1000 nit feletti, de az 1000 nites már olyan, hogy nincs olyan fényviszony szinte, amiben az ne látszódna, és az, hogy ez bekerült egy ilyen telefonba, az zseniális. Az utolsó dolog a kijelző kapcsán, ami nem az idei modellnek szól, hanem az, hogy már ugye jó pár éve androidos vagyok, így ránézve a két telefonra egyszerűen zavar, hogy milyen vastag a fekete sáv az iPhone körül, amíg oké, lehet, hogy voltak a Samsungnak ilyen lefolyós kijelzői, és ott néha valamit véletlenül megnyomott az ember, de már nincsen, de soha nem volt accidental touch-on vagy ilyesmi, és mégis végigér a kijelző. Annyira old school hatása van ennek. Mert nagyjából ennyi volt amúgy az iPhone 13 Pro-nak a első benyomás, unboxing, tesztek, de fog jönni egy videó, amiben ugye elmondom azt, hogy mik azok, amik kimaradtak a 13-ból, és szerintem full ciki, meg fogok csinálni egy olyan videót, amiben úgy, hogy tényleg óriási Apple fanboyként MacBookom van, iPad-em van, nagyon sokáig használtam Apple Watch-ot, imádom az ökoszisztémát, amit Steve Jobs felépített, és nagyon rossz szívvel váltottam 18-ban
úgy vártam a 10. iPhone-t a 10 éves évfordulóra, hogy majd a 10-es az újít egyet, és nem volt jó, és vettem egy nagy levegőt, amit addig elképzelhetetlennek tartottam, hogy kipróbálok egy Androidot, és rajta maradtam, mert valahogy elhúzott tudásban szerintem az Android az Apple vagy az iOS mellett, és most, hogy 3 évvel rá úgy érzem, hogy na talán most itt vagyok. Hát nem tudom, itt vannak ezek a widgetek, amik tavaly kerültek be, és ez nem az iPhone-hoz köthető, hanem csak mint egy felhasználás élmény. Két dolgot elmesélek kb. Teaserként, ha még itt vagy, és még gondolkozol, hogy feliratkozz, és nem akarod a másik videót megvárni. Baromi, hogy bekerültek az iPhone-ba a widgetek, és hiába hangoztatja azt Tim Cook és az Apple stábja, hogy lehet, hogy már nem ők a trendsetterek és a legújabb funkciókat nem ők rakják bele, de amit megcsinálnak, az a legjobb felhasználó élmény lesz a piacon. Ehhez képest mondjuk itt beraktam az iPhone widgetnek a e-mail appomat, és szerettem volna scrollozni benne, hogy megnézzem, hogy még, mert csak 3 darab, a legfrissebb 3 e-mail látható, megnézni. Nem lehet. Nem lehet a widgeten interakciónk. Csak belemehetünk, és akkor megnyílik az app. De én nem akarom megnyitni az appot. Az Androidon a widgetekkel lehet interaktálni. A Spotify widgetben nincs annyi kirakva, hogy egy elindítást vagy egy megállítást tudjak rajta csinálni. Be kell menni az appba. Másik dolog meg, ez a kedvencem, hogy nyilván ez egy Samsung specifikus dolog, de a Samsung oldalán van egy úgynevezett edge panel, nekem oda be van állítva, hogy a emberekkel, akikkel a legtöbbet beszélek, kedvenc kontaktokat, elszvájpolom, rányomok és már hívom. iOS esetében nincs ilyen, ahogy chathedek sincsenek, hogy bármilyen abból közben tudjak csetelni emberekkel. Vagyok egy abba, ki kell belőle lépnem? Be kell lépnem az a telefon abba, és hogyha éppen nem a kedvenceimnél vagyok, átmenni és úgy rákattintani. Na még tudnám sorolni, de ez egy másik videó, amiben a frusztrációmat teljesen rád fogom zúdítani, úgyhogy ha az érdekel, nyomja feliratkozás gombra és a csengőre is, vagy hogyha érdekel az, hogy videós szemszögből milyen és a mély tesztek, akkor kövess be Instán és iratkozz fel, mert egyértelműen fog jönni egy olyan videó is. De beszéljük át legvégére azt, hogy megéri-e megvenni az iPhone 13-at. Szerintem, hogyha 11-esed vagy 12-esed van, és nem vagy egy hobbi szerelmese a fotózásnak, videózásnak, akkor nincs értelme. Ha elképzelhetetlennek tartod azt, hogy Androidra átválts, ami én is tényleg teljesen ilyen voltam, és mondjuk egy iPhone 8-asod, 10-10-esed van, akkor nagyon jó váltás, óriási lesz a különbség a 13-as iPhone, akár Pro, akár a simával szemben, úgyhogy ott megéri váltani, de azért nagyon durva, hogy ezt kell mondanom, de érdemes belenézned a androidos világba is. Uram, bocsá! És ott van a Mini, ami ugye tavaly jött ki. Ha nagyon tetszik az a méret, viszont folyamatosan bajod volt azzal, hogy nem bír egy napot, és nagyon kicsi benne az aksi, akkor viszont megéri a 13-as minire váltani, mert ott is 2,5 órával tovább bírja az akkumulátor intenzív használat mellett 2,5 órával, úgyhogy az eddigi első tesztek alapján azt mondják, hogy az is simán bír egy napot. Hát ennyi volt, kérlek írd meg kommentbe, hogy mi az, amire még kíváncsi vagy, miket teszteljek, milyen videót csináljak meg, hogy te váltanál-e akár egy 11-es, 12-es iPhone-ról, vagy régebbiről, vagy Androidból átjönnél egy Apple iPhone ökoszisztémára. Minden esetre köszönöm, hogy végignézted ezt a videót, remélem, hogy még találkozunk. Köszi, hogy itt voltál. Szia, sziasztok! És nyomja a feliratkozás gombra,